ismét velünk van. A kormány és így az önkormányzat is szigorúan az orvosok által javasolt protokoll szerint jár el, döntéseinek meghozatala során reagált az óvoda és iskola kezdés kapcsán lábra kapott félelmekre Szalai Ferenc. A döntés után vendége szerint nincs okuk aggodalomra a szülőknek. Szolnok önkormányzata a szakemberek véleménye alapján, mert hogy tette ezt eddig is, pontosan tudja, hogy merre kell mennie. Nem döntöttünk, bár lehetőségem volt, egyszer sem úgy, hogy nem a szakemberek véleménye alapján döntöttünk járványhelyzetben, és a kormányzat is operatív törzs véleménye alapján teszi meg ezt. Most a pedagógusok, az óvodai munkatársak beoltása igen-igen komoly folyamatként zajlik. A kormányzat revidiálta az első gondolatát, hogy április 19-én a teljes általános iskolai oktatást elindítja az alsó tagozatot, és május 10-én indítja be a felső tagozatot meg a gimnáziumot. Addig az átoltottság mennyisége és a védettség az eltelt idő alapján azt gondolom, hogy simán lehetővé teszi azt, hogy a pedagógusok teljes védettségükben dolgozhassanak. A polgármester elismerően szólt a vízpart körúti idős otthonban felállított látogatói konténer fogadtatásáról. Szerénynek tűnő, de annál fontosabb lehetőségként értékelte a bentlakók és a hozzátartozók kapcsolattartásának új lehetőségét. Szalai Ferenc a városi aktualitások sorát a Csákja úti leendő Tisza híd kapcsán felmerült aggodalmakkal folytatta. Mint mondta, nem igaz a hír, ami terjed, miszerint a Tiszaligeten vezetnék át az átmenő forgalmat. A Tiszaliget hasonlóképpen fog működni, mint a Margit-sziget, hogy lesz ugyan lehetőség megközelíteni a Tisza felől is a Tiszaligetet, mármint a Csákja út felől, de ez nem törvényszerűen arról szól, hogy átmenő forgalom legyen a Tiszaligetbe. Rossz indulatú feltételezés. Ez arról fog szólni, hogy a Csákja úti híd lehetőséget adjon a bevásárlóközpontokhoz megérkezni a város északi részéről, illetve arról, hogy szandaszőlősi forgalom a város északi része felett mehessen el. A Csákja úti lakók fenntartásaira a polgármester azt mondta, a híd megépül, sérelem nem érhet senkit, de azt tudomásul kell venni, hogy a beruházás érinteni fogja a lakó ingatlanokat is, ám ez esetben garantálják majd a tulajdonosok számára a legkedvezőbb megoldást.